van egyfelől egy állítás, hogy, hogy az ovi világa az egy fekete doboz, amiről nagyon keveset tudunk valójában, és van egy másik állítás, hogy a gyerekünket úgy ismerjük, tehát tudjuk, hogy milyen helyzetben mit fog tenni. Csak ezt megpróbáltuk úgy különválasztani, hogy van egy ovis gyerekünk, aki ott az oviban úgy viselkedik, ahogy, meg van egy gyerekünk, aki oviban jár. És ezek nagyon erős különbségek, egész egyszerűen azért, mert az ovis gyerek az egy gyerekcsoportban megpróbálja mindazokat a dolgokat kipróbálni, amiket az otthoni környezet, normák, az otthoni szokások egyébként letiltanak, vagy alig engedik. Tehát ő nyilvánvaló, hogy látja, ahogy a szülei mondjuk egy párkapcsolatban vannak, ahogy megölelik egymást, ahogy beszélnek egymással, de ő ezt otthon, abban az élethelyzetben nem teheti, tehát ő szeretné, az ovis gyerek szeretné az anyukáját feleségül venni, de normál esetben ugye ezt nem teheti, vagy normál esetben nem léphet úgy föl egy ovis fiú, mint az édesanyja férje, mert az már foglalt az a pozíció. És nyilvánvaló, hogy ő látja azt, hogy valaki káromkodik, és annak ilyen meghökkentő hatása van, de hát a családban nem úgy beszélünk, és ezért ez a családban le van tiltva. Azért még az oviban, persze ezeket a fütyinuni dolgokat, meg a káromkodás, meg csúnya beszél, meg szájonvágás, ezeket szépen rendesen végigjátsza, mert ilyen az ember viselkedése, mert evolúciósan azok nyernek, akik minél több viselkedésmódot próbálnak ki, minél több helyzetben.